A boldogságot pénzfüggő. Attól függ, hogy mikor leszel boldog, hogy majd mikor lesz annyi pénzed, hogy azt majd megved rajta, és no majd akkor leszek boldog? Vagy pénztől függ az, hogy biztonságban érzed-e magadat, hogy mennyi pénz van a bankszámládon, a megtakarításaid, a nyugdíjra félretett összegek? Ma a legnagyobb vallás a pénzisten imádata. Sokan ettől várják a boldogságokat, biztonságokat. De még sok hívő is számon tartja az anyagi megtakarításait, de nem törődik a mennyei befektetéseivel. Ma arra bátorítalak téged, hogy a mennyei beruházásaid, a mennyei bankszámlád gyarapodjon, mert Jézus is erre bátorít. Erről lesz ma szó, ez itt a Jézus Bisztró. Sziasztok, Záhonyi Viktor vagyok, a Vekkel keresztény közösségből. És folytatjuk a Máté evangéliumát. Már a 6. fejezet 19. versénél tartunk. Hallgassuk az Urat. Jézus Krisztust, a megváltót. Ne a földön gyűjtsetek magatoknak kincseket, ahol elpusztítja a moly, a rozsda, vagy ellopják a tolvajok és betörők. Inkább a mennyben gyűjtsetek kincseket. Mert ott sem moly, sem rozsda nem teszi tönkre, sem a tolvajok nem lopják el. Mert ahol az értékeid vannak, oda húz a szíved. Hol a szíved? Hol vannak a vágyaid? Mire gondolsz, ami örömmel tölt el? A bankszámládra, vagy a mennyei befektetésekre? Mik ezek a mennyei befektetések? Ma háromról lesz szó, az idő rövidsége miatt többre nem lesz idő. Folytatom. Egész lényedet a tekinteted világítja meg. Ezért, ha jó indulattal és adakozásra készen tekintesz az emberekre, akkor egész lényedet elárasztja a világosság. Ha viszont önző és zsugori módon nézel rájuk, akkor egész lényed elsötétül. Te hogy nézel az emberekre? Hogyan tudod használni őket? Hogyan állnak a te érdekedbe? Vagy hogyan tudsz nekik segíteni? Hogyan tudod őket szeretni, támogatni? Ha pedig tekinteted, vagyis a mécsesed elsötétül, akkor valóban nagy sötétségbe kerültél. Egyetlen szolga sem szolgálat egyszerre két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti. Te melyiket szereted? Hova húz a szíved, a vágyaid? Hol van az örömöd? Hol vannak a reményeid, a biztonságod, a boldogságod? Hol találod? És a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhatjátok egyszerre Istent és a pénzt. No, nézzük tehát, hogy mik azok a mennyei befektetések. Háromról lesz szó, ahogy mondtam. Nézzük az elsőt. Visszalapozunk egy-két verset csak, itt maradunk a Mátéban, a 6. fejezetben. 3. vers. Te azonban úgy adakozz a szegényeknek, a rászorulóknak, legyen az ismerős, legyen az egy idegen. Legyen az egy keresztény testvér, aki tudod, hogy rászorul, és anonim módon, hogy mi szoktuk a Vekkerben, egy borítékra ráid az illetőnek a nevét, te nem írod a tiédet, és akkor nem lesz neked az adósod, nem lesz a lekötelezetted, te sem hízol a saját egód, büszkeséged, dicsőségében, hanem azt illeti a dicsőség, aki megérdemli egyedül az Urat. Erre bátorítalak téged az anonim adakozásra. Tehát úgy adakozz a szegényeknek, hogy még a bal kezed se tudja, mit ad a jobb kezed. Ne verjük nagy dobra. Amit adsz, azt titokban add. Mennyei atyád, aki jól látja, figyelj, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Ott lesz a jutalmad. Ez a mennyei befektetés, a mennyben visszakapod az atyától. Nem a jutalomért tesszük, szoktuk ezt mondani, ugye? Alázatosan, sokszor csak ilyen álszerénységgel, nem tudom, de nem akarom megkérdezni. Tudom, hogy sok hívő ezt tényleg alázatosan csinálja, és nem azért, hogy megjutalmaz őt az Úr. Viszont, hogyha Jézus a jutalomra helyezi a szót, akkor nekünk ezt nem szabad elhanyagolnunk ezt a szempontot, hogyha ezt maga Jézus mondja, ha maga Jézus motivál ezzel, akkor szerintem mi is motiváljuk magunkat és másokat is ezzel, hogy igen, képzeld el hitben, hogy az Atya megjutalmaz, az mekkora élmény lesz, és micsoda jutalom lesz az, nem? Tudom, hogy te is valószínűleg, ha igaz hitű keresztény vagy, akkor tényleg nem a jutalom miatt csinálod, de az azért az csak jól esik, nem, hogy az Atya örülni fog neked? Hiszen ha valaki megjutalmaz, akkor az örömében ad valamit, nem? Ha másért nem az Atya öröme, már az jutalom nekünk, igaz? Folytatom tovább, tehát az egyik az adakozás. Barátom, hogyha te adakozol, akkor nem vagy a pénzisten imádója. Mert akkor már nem függesz a pénztől. Ha neked annyira nem számít a pénz, hogy csak úgy odaadod a másiknak, és nem kéred vissza. Nem kérsz kamatot, nem kérsz semmit se vissza. Sőt, kifejezetten olyannak adod, aki tudod, hogy sosem fogja tudni visszaadni, vagy nem is kéred vissza, mert anonim módon adtál. Akkor már nem urad a pénz. Akkor már nem vagy a pénzimádóknak, a vallásának, a globális egyházának a tagja. Mert a pénz uralmát megtörted.
Mert akkor uralkodik rajtad a pénzisten, hogyha állandóan azt hallod, hogy ez is nekem, ez is nekem, ez is nekem, nem adok, nem adok, nem adok, kell nekem, szüksége van rám, megérdemlem. Szállj ki a pénzisten egyházából, úgy, hogy adakozol. Bőkezően, nagyvonalúan. Viszont nem arról van szó, hogy mindenünket szétosztjuk felelőtlenül. Emlékszel a Timóteushoz írt levélben, amikor azt mondja Pál apostol, hogy aki nem törődik a családjával, elhanyagolja a családját anyagilag, igen, rosszabb a hitetlennél. Tehát felelősen adakozunk, nem felelőtlenül. Ezt mindenképpen le akartam szögezni. Ez az első, tehát mennyei befektetés. Adakoz titokban, anonim módon. A második mennyei befektetés, szintén 6. fejezet, itt még a Mátéban, 6. vers. Amikor imádkozol, menj a belső szobádba, zárd be az ajtót, és titokban imádkozz mennyei atyádhoz. Ő látja, amit titokban teszel, figyelj, és megjutalmaz érte. Itt is kapsz egy jutalmat. Ez is egy mennyei befektetés, ami megtérül, amiért majd igen kapsz valamit. Nem anyagias a szemléletem, kérlek, ne írjátok ezt kommentbe, nem erről szól a dolog. De ha Jézus ezzel érvel, akkor nekünk is kell ezzel érvelni. Akkor nekünk is lehet ezzel motiválni. Hogy igen, az Atya megjutalmaz engem, nem a jutalomért csináljuk még egyszer. De azért az Atya öröme az téged is vonz, nem? Azt szerintem egy nagyon nemes és tiszta indíték, hogy jól esik, hogy az Atya örül, hogy én most időt töltök vele, és igen, ez nekem is kell, és magáért az időért, magáért az Isten jelenlétéért imádkozom én csendben, a megszenentelődési folyamataimért, hogy a keskeny úton maradjak, hogy Krisztusivá váljak, hogy csak betöltsön engem a Szentlélek. Nem a jutalom jár a fejemben, nekem sem, helyest félre. De ha Jézus ezzel motivált, akkor mi is motiválhatunk ezzel, igaz? Sőt, kell, hiszen a mestert követjük. Tehát a második az a titokban imádkozol, az egy befektetés, az egy szellemi, mennyei befektetés. Hogy a mennyei bankszámlád csúnyán most így elképzelve, az is hízzon, igaz? Ezek örök életbe való befektetések. És nézzük a harmadikat. A harmadikban már egy picit messzebb lapozunk, de nem túl messze, még mindig a Mátéban vagyunk. Ez viszont már a 25. fejezet, tehát 20 fejezetet ugrottunk, 19-et. Talentumokról szóló példabeszéd. Emlékszem, amikor Jézus mondja, hogy elutazott a gazdag úr, és a 3 szolgájának adott talentumot. Ugye ez egy nagyobb pénzösszegnek felel, meg manapság nem néztem utána, ne haragudjatok, hogy ez pontosan mennyibe került, aki tudja, írja meg nyugodtan kommentben, hogy egy talentum most mennyit érne, körülbelül sokat, nagyon sokat. Az egyik kapott 5-öt, a másik 2-t, a harmadik 1-et, igaz? Na és akkor mi történik? Tudjuk, hogy az egyik az elásta, félt, nem fektette be. Sok keresztény ilyen nem is foglalkozik a mennyei beruházásaival, nem fektet be semmibe, még csak nem is imádkozik, nem is adakozik, nem látszik azt, hogy ő keresztény, egy kultúrkeresztény, megszokta, vagy érdekkeresztény, vagy névleges keresztény, vagy azt hiszi, hogy vallásos, és akkor az mozgatja őt, de nem az Úrral való kapcsolat, nem a neki való engedelmesség, nem a Szentlélekben jár. Nincs ott a misszió, nincs ott az evangelizálás, nincs ott az adakozás, nincs ott az igazi őszinte titokba végzett ima. Nincs ott a szolgálat, hogy az ő talentumait, az ő tehetségét, azt ő használná az Úr dicsőségére, az emberek szolgálatára. És ez az Úrnak nem kedves, ezt az Úr nem fogja megjutalmazni. De az egy mennyei befektetés, hogyha te használod a talentumaidat, a tehetségedet, a szaktudásodat, az elhívásodat, és igen, segítesz, tanítasz, vigasztasz, beteglátogatsz, adakozol, zenélsz, dicsőítesz, vendégfogadásban vagy benne, vagy amit lehet a te gyülekezetedben, vagy keresztény közösségedben, benne vagy egy szolgálatban, rendszeresen, számíthatnak rád, segíted az embereket. Nagyon fontos, mert utána azt mondja, hogy aki befektette az ő talentumát, ugye mit mondott az Úr? Azt mondja, hogy igen, itt van, azt mondja, az Úr megdicsérte, jól van, hűséges és derék szolgám, jól gazdálkodtál ezzel a kevéssel, ezért sokkal többek bízok rád, gyere és örülj velem együtt. Sokkal többet bíz rá, ez a jutalom, ez a mennyei befektetés. És azt mondja, hogy gyere, örülj velem együtt. Ugye beszéltünk erről, hogy az Úr öröme az igazi motivációnk, szinte nem is a jutalom, de az Úr úgy látja, hogy ad nekünk jutalmat. Nyilván annak is örülünk, és majd fantasztikus dolgok lesznek ezek. Úgyhogy figyelj a mennyei befektetésedre. Mindenképpen fontosabb, mint az anyagi befektetésed, hiszen az örökké tart. Az az igazi hosszú távú befektetés.
most pedig imádkozom, érted, mennyi atyám, kérlek, hogy áld meg az én hallgatómat, hogy hosszú távú befektetésekre törekedjen az anonim adakozásra, a személyes, egyéni imájára, és a talentumaira, a szaktudására, a tehetségére, hogy azt használja az emberek szolgálatára, és a te dicsőségedre. Adj ez nekünk bátorságot, hitet, kitartást, elköteleződést. Jézus nevében kérem ezt. Amen. Úgyhogy adakozz anonim módon, imádkozz otthon, és szolgálj a talentumaiddal Isten dicsőségére, és ezek mennyei hosszú távú befektetések lesznek.